teljesen megújult a Pécsi Balokányliget. A sétányt, a tavat és környezetét, illetve a zöld területeket is modernizálták a szakemberek. A munkálatokat a város üzemeltetési cég végezte. Márciusban kezdtük a munkákat, március végén itt a parkmegújítási programunknak az idei második állomása tulajdonképpen a Hamerli Park után a Balokányligetnek a felújítása, ami itt a tó és a tó körüli parkot érinti, tehát körülbelül 3 hónapig dolgoztak a munkatársaim. Összességében a felújításnak a teljes költségvetése az 10 millió forint volt, azonban mindig el szoktam mondani, hogy ez tulajdonképpen lényegében csak az anyagköltséget jelenti, hiszen mindent a Biocomnak a munkatársai végeztek el saját erőből, úgyhogy ezúton is köszönöm a munkatársaimnak a munkáját, amit itt elvégeztek, mert azt gondolom, hogy tényleg szerintem a látvány magáért beszél. A pécsiek ötleteit is várták, hogy hogyan újítsák meg a parkot. Jöttek is javaslatok szép számmal, elsősorban parkosítást kértek, illetve egy játszóteret. A játszótér is elkészült, itt található a tótól délre a parknak a délkeleti sarkában, illetve azt gondolom, hogy tényleg a parkosításra is igen komoly hangsúlyt fektettünk, hiszen több mint 2700 virágpalánta került elültetésre a parkban, ezen kívül 270 cserje, illetve 14 facsemete, új facsemete is elültetésre került. Emellett pedig hát tényleg őszintén mondom, hogy tulajdonképpen mindenhez hozzányúltunk a parkban, amihez csak lehetett, a teljesség igénye nélkül elkészült a tószínpad előtti nézőtérnek a felújítása. Itt, ahol most éppen állunk, itt új díszburkolatot alakítottunk ki, de tulajdonképpen a tó körüli teljes sétányt felújítottuk azzal, hogy a leromlott állapotú és már használhatatlanná vált betonfelületeket elbontottuk, de azokat a járólapokat, amik még használhatók voltak, azokat is felszedtük és azokat újra tettük, úgyhogy gyakorlatilag a sétány is új, illetve egy teljesen új nyomvonalú sétány is kialakítása került a tótól keletre, aminek a jelentősége az, hogy a tótól északra lévő sétányt köti össze a tóval, úgyhogy kerekesszékesek, illetve babakocsival is meg lehet így könnyen közelíteni a tavat, illetve magát a parkot. Felújítottuk a mögöttem látható szökőkutakat, ezen kívül a új utcabútorokat helyeztünk ki a parkba, új hulladékgyűjtő edényeket helyeztünk ki a parkba. Az utóbbi 3-4 évben megnőtt a pályázati támogatások aránya, így egyre nagyobb projekteket valósítottak meg a park területén. A ligetet a civilek veszik birtokba, akik a családoknak szeretnének majd kedvezni. A büfé is fontos szerepet játszik a működésben, emelte ki Pánovics Attila elnök. A büfé az valószínűleg a kulcsa az egésznek. Nekünk 2 ötletünk volt, mind a 2 most már megvalósult, az egyik a tószínpad felújítása, a másik pedig a játszótér. Mind a 2 beruházás érezhetően vonza az embereket, a látogatókat, és nagyon fontos, hogy minél többen rendszeresen látogassanak el ide a Balokányba. A büfé pedig most szerintem azért egy kulcsmozzanat, mert hogyha valaki idejön családdal együtt, akkor mi azt szeretnénk elérni, hogy a család minden tagja, a legkisebbtől a legidősebbig valamilyen értelmes kikapcsolódási lehetőséget itt találjon, és ehhez szükség van a büfére is, és ha sikerül ezt most nyáron mielőbb megvalósítani, akkor azt hiszem, hogy ez talán bátran mondhatjuk, hogy a város legjobb parkja lesz, hiszen az sem mindegy, hogy még a legnagyobb hőségben is a tóparton sokkal könnyebben el lehet viselni az időjárást. Korábban csónakázási lehetőséget is biztosítottak a tavon, ezt az elemet továbbra is szeretnék megőrizni. Nagyobb rendezvényeknél ki is szoktuk rakni a csónakjainkat, tehát több csónakkal már rendelkezünk. Ahhoz, hogy ez folyamatosan működtethető legyen, ahhoz még 1-2 technikai dolgot meg kell oldanunk, a csónakok tárolása, rögzítése, stb. De most úgy tűnik, hogy minden adott ahhoz, hogy a nyáron ezt is el tudjuk végre indítani. És a nagyobb rendezvényeknél egyébként szoktuk ezt biztosítani, ezt a lehetőséget, és nagyon érdekes tapasztalataink vannak. Tehát az emberek nagyon szeretik, nagyon hangulatos egyébként, és éppen elég kicsi a tó ahhoz, hogy kényelmesen és biztonságosan lehet ezt használni.
A Balokenliget további hasznosításáról az egyetemmel is egyeztetnek a fenntartók, hiszen a közelben működik a művészeti kar. Így közösen keresnének megoldást a romos terület helyreállítására, mint például a strand felújítása.